Könyvtári hét, kiállítás, író-olvasó találkozó és rendhagyó történelem óra is szerepelt a programokon. Szakmai nap a védőnőknek, a megyéből több mint 50-en vettek részt a füzesabonyi továbbképzésen. Korda házaspár az idősek napján, interjú az énekes duóval. Szüret Nagyferóval, az egri borvidék népszerűsítésén dolgoznak. Világverseny Szilvensváradon 9 országból 53 fogatló érkezett a Bükk szívébe. Szabadkéz Galéria a téli művésztelepen született alkotásokat mutatták be. Őszi munkák a kiskertekben, vendégük a stúdióban dr. Nagy Béla, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa. Köszöntöm nézőinket, Önök a Városi Televízió magazin műsorát, a Heti Krónikát látják. Író-olvasó találkozóval, rendhagyó történelem órával és ingyenes beiratkozással telt az Országos Könyvtári Napok a helyi bibliotékában. Az intézmény idén már a 15. alkalommal csatlakozott az olvasás népszerűsítő programsorozathoz. 2006 óta szervezi meg minden ősszel az Informatikai és Könyvtári Szövetség az Országos Könyvtári Napokat. A helyi bibliotéka a kezdetektől része az esemény sorozatnak. Az idei programokról Bakóni Bircser Ágnes könyvtári igazgató számolt be. Programjaink szeptember 30-án elkezdődtek, író-olvasó találkozó keretében ellátogatott hozzánk Sás Károly, írópedagógus. Vendégeink voltak, 2 helyi általános iskola 3. osztályos tanulói. Úgy gondolom, hogy egy színes, tartalmas, interaktív előadáson vehettek részt a gyermekek. Következő programunk október 4-én hétfőn volt. Kiállítás nyílt a könyvtárban, Könyvtárak a mentális egészségért címmel. Október 5-én, kedden, rendhagyó történelem órát tartottunk 7. osztályos tanulóknak, október 6. aradi vértanúk témakörben előadó Varga Dániel volt. Majd október 10-én vasárnap, könyves vasárnap volt, ahol ingyenes internetezési és ingyenes beiratkozási lehetőséget biztosítottunk olvasóink számára, valamint egész héten a megbocsátás hete zajlott, ahol késedelmi díj megfizetése nélkül lehetett visszahozni a lejárt határi idejű dokumentumokat. Múlt szerdán a füzesabonyi védőnői szolgálat volt a házigazdája a megyei szakmai napnak. A koronavírus járvány miatt a védőnők ilyen formában másfél éve nem találkoztak személyesen. A továbbképzésen 50 szakember vett részt. Minden év őszén a füzesabonyi védőnők rendezik meg a megyei továbbképző napot, a tavaszi összejövetelre pedig 60-ban kerül sor. Nagyon szeretnek a védőnők idejönni. A mai napon egy nagyon szuper témával készültünk, a stressz a szülő-gyerek kapcsolatban, illetve annak környékén. Hát azt gondolom, hogy ez a téma nem is lehetne aktuálisabb, mint most, így a Covid és a pandémia környékén, hiszen a családokat extra stressz is éri, és az jelentősen befolyásolja a kisgyermekek, illetve a családok pszichoszomatikus fejlődését. Az előadónk Fabuja Edit lesz, ő a Perinatusz Alapítvány mentálhigiénés tanácsadója, ő fogja ma az egész napot nekünk levezényelni, és remélhetőleg, hogy mindenki sokat tanulhat, illetve fejlődhet ezen a szakmai napon. A védőnők az egészségügyi alapellátásban közvetlenül a családok mellett látják el tanácsadói feladataikat. A pandémia, mint minden mást, a védőnői szolgáltatást is gyökeresen átalakította. Az elmúlt másfél év bizony nagyon nehézségeket okozott, hisz a családlátogatásokat minimalizálni kellett, illetve a családokkal való találkozást a tanácsadóban is nagyon feszítetten, időre egyeztetett időpontban kellett megvalósítani. Mindenkit nagyon váratlanul ért ez a helyzet, ez a bizonytalanság, úgy a családokat, mint a védőnő kolléganőket is, tehát közösen kellett tanulnunk, hogy ebben az új helyzetben hogyan tudjuk végezni a munkánkat, és hogyan tudjuk továbbra is támogatni a családokat. Az édesanyák nehezen, de elfogadták, hogy a védőnő kevesebbször tud kimenni a családok látogatására, hogy be kell kapcsolódnunk az online térbe, ami ugye nem mindenkinek ment könnyen, hogy különböző elektronikus felületeken osztjuk meg védőnőként is az információt, illetve hogy az édesanyák is ilyen felületeken, telefonon, e-mailen, Facebookon, chatten, hogy tudjuk a kapcsolatot megtartani. Én úgy gondolom, hogy mostanra azért már visszarendeződött a lehetőségünk, és újra tudják a védőnő kolléganők látogatni a családokat, újra be lehet jönni a tanácsadóba és felvenni a kapcsolatot. És hát volt olyan édesanya, aki mondta, hogy
végre látom, hogy kivel állok szemben, mert eddig csak egy maszkot, meg két szemet láttam. Ugye ez a személyes kapcsolatokban nagyon nehézségeket okoz, hisz nagyon fontos az, hogy lássuk egymást, és a tanácsokat, a problémákat, a különböző kérdéseket úgy tudjuk megválaszolni, hogy a semmiféle félelem és semmiféle kizáró ok ne legyen közöttünk. Ebben reméljük, hogy most már nem fogunk visszatérni a szigorításokhoz. Úgyhogy a védőnök kolléganők az elmúlt másfél évben is kitartottak, ott voltak a családok mögött, és segítették őket azokban a dolgokban is, ami tulajdonképpen nem is mindig védőnői feladat, hisz az információkat az nagyon fontos volt átadni, hogy az higiénés szabályokat hogy kell betartani, mire kell odafigyelni, ha probléma van, akkor mit kell csinálni, tehát ebben is tudtak segíteni a védőnök kolléganők a családoknak. A védőnők ilyen formában másfél éve nem találkoztak egymással, csak közvetlen kollégáikkal érintkeztek személyesen. Nagy felszabadulás az, hogy végre újra itt vagyunk, együtt vagyunk, talán a háttérzajba hallatszik is, hogy a védőnök kolléganők egymás között is most meg tudják osztani azokat az információkat, tapasztalatokat, amelyeket az elmúlt időszakban szereztek, illetve hát reméljük, hogy a szakmai továbbképzés kapcsán pedig nagyon sok új ismeretet tudunk átadni a kolléganőknek, amikkel még jobb színvonalon tudják majd ellátni a családokat. A rendezvényre 50-en regisztráltak, a házigazdák 3 fővel látták el a szervezői feladatokat. A füzesabonyi védőnői szolgálat 2021. januárjától a szociális központhoz csatlakozva végzi a tevékenységét. A szakmai nap résztvevőit Veres Péter intézményvezető köszöntötte. Ebben a formában nagyon jól érezzük magunkat, és szeretnénk ezúttal is megköszönni Füzesabony városának, önkormányzatának, illetve az intézménynek a támogatását, hiszen ez a rendezvény nem jöhetett volna létre, hogyha ők nem támogatják. Korta György és Balázs Klári koncerttel köszöntötték a Szépkorúakat Füzesabonyban. A legendás páros örökzöld slágereivel szórakoztatta a közönséget a közösségi házban. A koncert előtt interjút készítettünk a Korta házas párral. Samba, Gyuri, táncolj! Van a topáz iskoros barókán, állatot is előn Lady Carnaval. 2000 cipő, 20 fodor a szoknyán, élet a tánc ő Lady Carnaval. Csillagjós vagy hindu bölcs, csak ránéz, és vagy két Napóleon, megígéz. Itt a bén idő megáll, csak így szép a karnevál, gyere hát, táncolj már! Az idősek világnapján Füzesabonyban lépett föl Korda György és Balázs Klári, koncertjükön megtelt a közösségi ház nagy terme. A legendás páros egy órás műsorral szórakoztatta a közönséget, a legnagyobb slágereiket felsorakoztatva. Csodálatos dolog, most teljesen mindegy, hogy a kampuszon, a fiataloknak, vagy az EFOT-on, vagy itt Füzesabonyban az idősek napján lépünk föl. Az a lényeg, hogy újra találkozunk a közönséggel. Milyen repertoárt hoztak ide nekünk Füzesabonyban az idősek napján? Hát természetesen a nagy korta slágerekkel fognak hangozni, a Gyuri dalai. Én is készültem speciálisan ide dalokkal, és hát a közös duettjeink is. Úgyhogy egy picit talán a szelidebb hangvételű dalok is elő fognak ma kerülni, meg olyan régi nagy slágerek, amire ezek a nagyon idős emberek is fognak emlékezni, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ha örömet tudunk szerezni nekik ezekkel a dalokkal. Una paloma blanca, fel-fel az egekig száll. Una paloma blanca, boldog, mert itt van a nyár. Gyere velem, a szerelem vár. Amikor lenézünk a nézőtérre, azt látjuk, hogy minden generáció képviselteti magát. Nem ma. Nem ma, a mai nap, ma azt, most az idősek világnapjait éljük, tehát most főleg idős közönséggel találkozunk, de tegnap előtt
előtt, vagy szombaton valamelyik este fölléptünk Kispest, Újpest, Nagypest. Igen, ott egész pici gyerekektől fiatalokig, és ősz idős hölgyek és urak is voltak, tehát hogy mindenféle generáció ott van a nézőtéren. Igazából kétféle szempont van. Amikor fiatalabb közönséggel találkozunk, akkor hálásak vagyunk nekik azért az energiáért, amit kapunk tőlük, és amikor így idősebb közönséggel találkozunk, tehát így az idősek hónapja van októberben, akkor azt próbáljuk közvetíteni és szugerálni, hogy attól, hogy valaki nyugdíjas, nem kell nyugdíjba menni, hanem lehetnek tervei, lehetnek dolgok, amit megvalósít, és ezt a saját példánkát, főleg ugye, hogy az enyém, mert a Klárika azért még egy korosztálya lejjebb van. Kettővel. Jó. Akkor kettővel arrébb van. De az saját példámmal szeretném akkor azt megmutatni. Semmi nem lehetetlen. Attól, mert nyugdíjba vagyunk, mert két lehetőség van. Vagy nyugdíjas lesz az ember, vagy meghal. Akkor meg inkább legyünk nyugdíjasok. Ez így van. Ez egy nagyon bölcs mondat, hogy csak az nem öregszik meg, aki meghalt. Én is úgy érzem, hogy ez egy példaértékű dolog. A Gyuri 64 éve van a pályán, én 43 éve, ami egy nagyon szerintem különleges eset. Tehát mi nem mentünk nyugdíjba, nem tudjuk, hogy milyen az, és ahogy elnézem, már nem is fogjuk megtudni, mert szerintem mi életünk végéig dolgozni fogunk, és reméljük, hogy ez még sokáig tart. És honnan van ez a fiatalos lendület egyébként, hogy sosem nyugszanak, mindig mennek, és azt látom, hogy mindig mindenütt ott vannak, és lendületesek igazából. Nem magunktól, nem úgy, hogy mi eldöntjük, és hello, itt vagyunk, hanem megkeresnek, és nagyon sok helyről megkeresnek, és boldogan jövünk. És a hölgy azt kérdezte, hogy honnan van ez? Honnan van? Hát neked tőlem, nekem meg tőlem. Ezt a lendületet és az erőt az emberektől kapjuk. A lendről, a nézőtérről áradó érzések, hullámok, ezek tartanak lendületbe fiatal minket, hát valljuk be becsületesen. Azért 64 év éneklés után nem igazán mindennapos, hogy az ember mondjuk a június óta több mint 100 fellépés megcsinál. És még egy klipforgatáson is túl vannak, hogyha jól tudom, ugye a Reptér az előbb volt. Volt, ugye óriási siker lett a Reptér című dalomnak a klipje. Most éppen azon gondolkoztam, mert azért ez egy kemény, komoly hangszerelés, hogy... Elénekeljük el? Elénekelem, mert remélem, hogy az időseknek is. Elhívjuk őket repülőútra, Gyuri. Itt hát van. Mi? Repülni mindenki szeret, utazni mindenki szeret, nem? Úgyhogy a Reptér nem maradhat ki, szerintem, hanem el fogunk énekelni, nem tudom, lehet, hogy Viljadalt fogok énekelni, lehet, hogy maga rég nem lesz a világon, meg Charleston-t, majd meglátjuk, figyelj, hát úgy fognak mozogni a széken, hogy csúcs. Gyöngéden ölejárt, virágeső, ezek a dalok biztos. Lady Carnaval, oh Lady Anne, táncolj velem! Én meg elviszem hajózni őket a Titanic című film dalával, azt nagyon szeretik. És akkor nem egy fix repertoárra érkeznek, hanem mindig változik egyébként, ahogy a közönség adja. A nézőtérre a technikus barátunkkal, mi úgy össze vagyunk szokva, már 12 éve együtt dolgozunk, hogy rögtön a jelekből tudja, hogy most mi jöhet. Nem csak az, hanem az, hogy például egy ilyen EFOT fesztiválon, vagy a Szegedi, egész más, ott
ott nem lehet sokat beszélni, mert az ember a saját hangját nem hallja, mert skandálják a nevünket, meg kiabálnak szeretettel. Itt más, azért itt lehet viccelődni, beszélgetni, nem kell olyan pörgős hangos zenét csinálni, de azért ugyanazt csináljuk, mint a fiatal. Tehát nem teszünk differenciát, nem akarunk differenciálni. Azt akarjuk, hogy fiatalnak érezzék magukat a nézők. Szeretnék két dolgot elmondani önöknek, nektek. Az első az dicsekvés. Két évvel ezelőtt lettem Budapest díszpolgára. A második az már szerencse dolga, hogy a Jóisten és a ti szeretetekből kifolyólag ebben az évben van 64. éve, hogy énekelek. Még gombócból is sok. Klárika még csak 40. Jaj, én még csak 40 éves lennék, Gyuri. Na jó, adjunk hozzá egy kis áfát. Attól függ, milyen áfa kulcssal dolgozol. 27%-osra. Stimmt. Mm-hmm. Hát, hölgyeim és uraim. De 43 éve vagyok a színpadon. Az jó. Az se kevés, igaz. Én most egy dallal szeretném megköszönni a hölgyeknek azt, hogy kitartottak mellettünk ez alatt, a másfél év alatt, hogy takarítottak, főztek, mostak, vasaltak ránk. Főztek. Most. Mi megbegettük, amit főztek. Hát milyen más választásod volt? Zárva Semmi. Volt minden étel. Miért nem volt jó? Jó volt. Akkor jó. Csak egy kérésem van, lányok, asszonyok hozzátok. Szeressetek minket, fiúkat. Akkor is, illetve úgy is, ha rosszak vagyunk. Most haragszol rám, még sírsz is talán. Nézd, beismerem, sőt, elismerem a vétkem. Megbántottalak, voltak kemény szavak. Hogy mi volt velem, ó, hidd el nekem, nem értem. Én. Szeress úgy is, ha rossz vagyok, vannak őrült pillanatok. Itt az ember úgy szeret, azt bántja meg. Szeress úgy is, ha rossz vagyok, vannak őrült pillanatok, de a fontos, hogy itt vagyok, veled. Már hagyomány, hogy az egri borvidéken közéleti személyiségek segítenek be a szüretbe, idén sem volt ez másként. Pénteken a Juhász testvérek pincészetének birtokán az Eger Szalóki Ferenc egy gyűlőr ragadott metziólót, többek közt Nagy Feró a Beatrice frontembere és Nyitrai Zsolt hónatja. A Kossuth díjas művésznek ez volt élete első igazi szürete. A kékfrankos szüretére érkezett az Eger Szalóki Ferenc egy dűlőre pénteken több ismert közéleti személyiség. Ott volt Nyitrai Zsolt Eger és térsége országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott, a Kossuth díjas Nagy Feró, a Beatrice frontembere, Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó és Szendrei László Heves megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke, a NAK Heves megyei Szervezetének elnöke. A szüret különlegessége volt, hogy ez volt Nagy Feró első szürete is egyben. Életem első szüretje, nagyon élvezem. Az a jó, hogy potyázni lehet közben a szőlőből, de alig várom, hogy ez borrá alakuljon, és akkor lehessen belőle fogyasztani. Milyen szőlőt születeltek is? Biztos, hogy kóstoltad már, hogy ízlik. Nagyon finom szőlő. Én épp azt kérdeztem, hogy ebből hogy lesz szárazbor. És azt meg azért, mert olyan magas a cukor foka, vagy nem értek hozzá, és
de ebből nagyon finom száraz bor lesz, mert én azt mondom, hogy a bor, hát a vörös, akkor az eleve száraz legyen, de úgy általában a száraz bort jobban szeretem, kivéve egyetlen egyet, a hegyaljait, hát az annak az a dolga, hogy nem, de már a szörp. Említetted, hogy első született, hogy nem volt még rá alkalmat, hogy nem próbáltad még eddig? Igazából ott nálunk a faluban is hívtak már szüretre, de nálunk, elgondolom az őszintét, olyan savanyú a szőlő, ez egy mondás is, hogy savanyú a szőlő, nem, az tényleg savanyú. Szóval abból szerintem, abból, hát csertot lehet mondani, ahogy mondaná az olasz, ecetet lehet, nem igazán, nem. Persze, hogyha az ember nagyon szomjas, és általában ugyanúgy az első pohár után még ne állapítsnak, hogy milyen rossz. Majd a másodikra, harmadikra meg egyre jobb lesz. Egy kérdés, hogy állsz az egri borokkal? Mennyire ízlenek az egri nedűk? Én, amivel igazán oda vagyok, az az egri bikavér. Ez egy kis reklám is az egri borvidéknek és az egri boroknak, mondta Nyitrai Zsolt. Én nem mondom, hogy azzal, hogy néha eljövünk egy-egy szüreten a szőlőtőkék közé, és hívunk magunk közé egy hírességet, olyan nagyon előre mozdítjuk a munkát az egri borvidéken, de arra mindenképpen alkalmas ez, hogy rávilágítsunk arra, hogy milyen komoly munkát végeznek a szőlészek és a borászok, valamint az, hogy milyen sikereket tudunk elérni itt az egri borvidéken, és az elmúlt hónapokban mind a fehér borok, mind pedig a vörös borok tekintetében világra szóló sikereket hozott az egri borvidék. Tummererék, Chardonnay Battonnage Franciaországban, a Chardonnay világbajnokságon lett aranyérmes, egy nagyon erős mezőnyben. Lőrinc Györgyék, a Szent Andrea Grand Superior bikavérje pedig az a világ 50 legjobb bora közé került be, ilyen nem történt még magyar borral egyébként. A szőlészekkel, borászokkal egyeztetve egyébként a bikavér ünnepen jelentettem be, hogy bormarketing tekintetében egy új előterjesztésen dolgozunk, egyeztetve a hegyközséggel, a borműhelyjel, a bormarketingre, nevezetesen az, hogy legyenek boros rendezvények fővárosban, illetve országszerte, vagy nyilván Egerben, legyenek boros installációk a városban, illetve az egyedi önálló borvidéki borospalacot követően jelenjen meg a borvidéken az önálló arculatú formájú egri borvidéki boros pohár is. A szüret az jó, kék frankos szüretelünk, ez a bikavérnek az egyik alapanyaga, nagyon finom egyébként, borban valószínű még finomabb lesz, és Juhász Ádám azt mondta, hogy ebből prémium típusú bor tud majd készülni, nyilván ehhez kellett az, hogy Kossuth Díjasként Nagy Feró segítette itt a szüretet. Juhász Ádám, a Juhász testvérek pincészet ügyvezetője, egri önkormányzati képviselő, ismertette az idei szüretet és a dűlő sajátosságait. A mai napon egy prémium kékfrankost fogunk szüretelni, amiből egri bikavér készül. Igazából szépen beérett, magas cukortartalom mellett, hogy a kékfrankos a jellemző, szép savai vannak, de mindenképpen egy kiváló vörösbor fog belőle majd elkészülni. Ezeknél a prémium vörösboroknál ugye hosszan erjesztjük őket héjon, akár ez 3 hétig is eltarthat. Először ugye kezdetben picit hidegebben, hogy minél több színén kioldódjon az erdő musba, és aztán pedig ugye magasabb hőmérsékleten 26-28 fokon, általában egy 14-21 nap alatt erjed ki a bor. Ezt követően ugye a vörösborokban van még egy második erjedése is, ez a malmasavnak a bomlása, ami egy teljesavas erjedés, és hogyha ez is megtörtént, akkor pedig bekerül a hordókba, és hát el lehet kezdeni az új bornak a kóstolását. Nyilván az még nem a végleges bor lesz majd. Nyilván a borászoknak ez egy óriási feladata, hogy lássuk a jövőt, hogy amit beteszünk a hordóba új bort, abból majd mi fog kialakulni másfél-két év múlva, amikor ugye a hordókból kivesszük. Nyilván ez folyamatos felügyeletet és kóstolást igényel. És milyen most az idei szüret, hogyan alakult? Ugye kicsit később kezdődött a szőlőnek magának a virágzása is. Igen, az idei szüret az egy kicsit kusza, a fajták sajnos esetenként összeértek, vagy akár fel is cserülődtek a megszokott érési sorrendben.
Hát igazából én azt mondom, hogy minden pincészet már, aki tudatosan készíti a borait, a saját maga technológiájához adoptálta a szőlők érettségét. Nyilván egy finom egri rozéhoz nem ugyanaz érettségű szőlő kell, mint egy kiváló egri bikavérhez, de én összességében az idei született eddig kiválónak mondanám. A szőlőket azokat magas cukorfokkal sikerült születelni. A régióban néhányan volt egy pici jég, de az sem vetette vissza a termést, sokkal köszönhetően a jégvédelmi rendszernek. Most még azért mindenki szurkoljon annak, hogy egész októberben kitartson ez a nagyon szép, napos és száraz idő, és akkor biztos, hogy minden egri pincében kiváló nedű fognak majd a hordókba kerülni. Eddig soha nem látott mezőny 9 nemzet, mint egy 53 fiatal lova mérettette meg magát az elmúlt hétvégén a szilvásváradi lipicai lovas központban, a fiatal fogat lovak bajnokságán. Jelen voltak a világ legjobb hajtói is, ezen a versenyen azonban a lovakon volt a hangsúly, ugyanis itt dőlt el, mely lovak alkalmasak a 2-es és 4-es fogathajtó világbajnokságokon való szereplése a későbbiekben. A fogathajtás mellett Szilvásvárad szombaton az országos huszár találkozónak is otthont adott. Szerdától egészen vasárnapig várták a szilvesváradi lipicai lovas központban a fogathajtás iránt érdeklődőket. 6. alkalommal rendezték meg ugyanis hazánkban a fiatal fogatlovak világbajnokságát. Az idei verseny különlegessége, hogy 5 év után Mezőhegyes átadta a stafétát, vagyis a rendezés jogát a lovas szövetségek döntése értelmében az állami médesgazdaság Szilvásváradnak. Az egyik fő oka, hogy megépült, megszépült ez a lovas központ, az, hogy világversenyeknek adjon helyet. A másik fontos oldala pedig úgy gondolom, hogy az, hogy ugye 2024-re megkaptuk a 4-es fogathajtó világbajnokság rendezési jogát, és az ahhoz való felkészülésnek egy fontos állomásának tartom. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok tapasztalattal fogjuk majd az utolsó versenynapot zárni. Az előző világbajnokságokhoz képest rekordszámú nevezés érkezett, 9 országból 53 ló érkezett a Bükk-hegységbe. Csehországon, Lengyelországon, Norvégián át egészen Olaszországig. Úgyhogy a világ legjobb hajtói is itt vannak, és gyakorlatilag ez még inkább a lovakról szól, mint egy klasszikus fogathajtó verseny. Az eredmény hirdetéskor is a lovat sokkal inkább kiemelik, mint általában, és ez a versenyszámok gyakorlatilag az előfutárai a nagy világversenyeknek. Itt dőlik el első körben, hogy mely lovak alkalmasak, hogy tényleg 4-es vagy 2-es fogathajtó világbajnokságokon szerepeljenek a jövőben. A nevezők díjhajtásban és kombinált hajtásban indultak. Magyar érdekeltség csak az 5 éves lovaknál volt, ide 4 magyar tulajdonú ló is bejutott. Közülük második helyen végzett Bégányi Csaba fogatában Velkán. A versenyt a német Jessica Wachter és Dreamcatcher 19 nyerte. A 6 éves lovaknál a német tulajdonú DSP Noble Lady és hajtója Bettina Winkler végzett az élen, míg a 7 éves korosztályban a lengyel Roncseval és Veronika Kvakter riadalmaskodott. A verseny mellett Szilvásvárad az egy a természettel vadászati és természeti világkiállítás kísérő rendezvényének, az országos huszár találkozónak is otthont adott a hétvégén. Több mint 60 lóval érkeztünk, most ugyan eredetileg többet szántunk volna, csak itt a világverseny kapcsán szigorodtak a szabályok, és ezért valamennyivel kisebb távort ütöttünk, mint ami volt a tervezett. De így is rendkívül látogatott. Vannak a honfoglalás korából, a 16. századból, a török időkből, illetve hát úgy mondjuk, hogy a hódoltság korából 48-as huszáraink vannak többségben. Őket napközben tudják látogatni a vendégek, itt pont mögöttünk látszik egy nagyon szép történelmi sátor, van itt egy jurta is berendezve, úgyhogy reméljük, hogy a lovak szépségén kívül azért egy kis történelmi ízelítőt is kapnak a vendégek. Illetve az istálókba, illetve a boxokba és ebbe a látványistálóba pedig a lovaink a korabeli gyakorlatilag azoknak megfelelő felszereltség, huszárnyergek, lószerszámok láthatóak, illetve azok az egyenruhák, amelyeket így közelről is
meg tudnak egy kicsit simogatni. Szombat este mutatták be a Nimród vadászai Hunor és Magor csodálatos vadászata előadásukat, mely a Regga a csodaszarvasról történetet eleveníti föl, valamint Huszár bemutatókra is sor került. A Magyar Tárházban működő Szabadkéz Galéria 4 év alatt 5 művésztelepet szervezett meg, amin a kortárs képzőművészeti életből érkeztek alkotók. A legújabb munkákat a szombaton nyílt kiállításon mutatták be. A tárlaton az első téli művésztelepen született alkotásokat láthatta a közönség. Ez egy 2 hetes művésztelep volt, aminek az anyagát látjuk, és hát az, hogy miből, ugye mivel, hogy a meghívott résztvevők műfajban ugye változó felületről jönnek, tehát van, aki objektet csinál, van, aki installációt, van, aki festményt, van, aki grafikát, tehát ez így változatos. Úgyhogy most is, hogyha most ugye háttal állok, de ha körbenézünk, akkor hát többféle műfajból vannak munkák. A szervezők célja, hogy a kortárs művészeti élet minden területén legyenek jelen alkotók a telepeken. Generációkon átívelően dolgoznak együtt ilyenkor a már befutott Munkácsi díjas alkotók és a pályakezdő fiatalok. Mi igyekszünk ugye szervezők kiválasztani azokat az embereket, akik valóban együtt lélegeznek a szakmával, és fontos nekik, független attól, hogy most ennek a telepnek kvázi van-e már neve a szakmába, vagy még kezdeti neve van a szakmába, úgyhogy reményeim szerint nyilván ez azért fog szétszivárogni azoknak a tudatába, akik e felé azért fókuszálnak. A Magyar Tárházban működő Szabadkéz Galéria egyre nagyobb ismertségre tesz szert a hazai képzőművészeti palettán. Azért ez egy lassú műfaj, én azt gondolom. A másik meg, hogy hát mint ahogy az egyéni művész életek mögött is mondjuk lehet egy egészséges karrierépítés, nyilván emögött is lenne, mondjuk az én habitusom egy kicsit ehhez visszafogott, tehát nem nagy lépésekbe megyünk, de nem is ez a célom, meg igazából nem is így szeretném, hogyha ennek mondjuk letapadna a neve, hanem azzal, amit csinálunk, és az meg egy lassú vízpartot most reményekbe lenne beletéve, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek idő kell. Tehát a 4 év, amit ugye 4 éve kezdtük el, az még egy picit lehet, hogy kezdeti időszak. Tehát ez egy hosszabban fejlődő csecsemő. A szezonális munkákról hallhattak előadást a Füzesabonyi Kertbarátkör Egyesület tagjai múlt pénteken a könyvtárban. Az előadó dr. Nagy Béla címzetes egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa volt, akit a stúdióba is meghívtunk előtte. Megérkezett az ősz, és ez sok munkát ad a kiskert tulajdonosoknak. Köszöntöm a stúdióban dr. Nagy Béla egyetemi címzetes tanárt, aki a helybeli kertbarátkör meghívására érkezett Füzesabonyba, és tart előadást. Milyen lehetőségei vannak az embernek egyáltalán a mezőgazdaságban, és nekünk kicsibe, a kiskertünkbe? Abból kell kiindulnunk, hogy áll az emberi tevékenységnek, azoknak az embereknek az áldásos tevékenységének, akik azzal foglalkoznak, hogy a termelt vagy termesztett növényeknél minél értékesebb fajtákat állítsanak elő. Hogy ebben milyen lehetőségek vannak, szeretnék csak egy példát demonstrálására. Nézzük meg a paprikát, ami általánosan termesztett a kis kertünkben. Ez is látszik? Igen, mutatom a kamerának. Létezik. Ez egy chili paprika. Ez vagy hegyes erős. Kutyafütyi paprikának mondja a magyar. Ez pici, apró, de igen erős paprika fajta. Létezik a másik, a kápia. Ez egy tipikus étkezési paprika. Tipikus étkezési paprika, szép pirosra beérik, édes az íze, vastag a húsa,
kimondottan élvezeti igényeket kiegészítő fajta. Ezek a két változat között persze számos változat létezik, csak kettőt hagy mutassak be. Ez csak enyhén csípős paprika, legtöbben ezt nagy élvezettel fogyasztják, hisz itt a paprika ízét is lehet érezni, meg egy kicsit a csípőségét. Tehát ez a pepperoni paprika. A pepperoni talán ennél még erősebb. És ez az igazi gyilkos, mutatom. Ez a nagyon erős paprika. Ha valaki ebből készít erős pista darálmányt, akkor azt hiszem, hogy ebből nagyon keveset kell még a halászhéjhez is fogyasztani. Ez az úgynevezett habanero. Mit mutat ez nekünk, hogy egy fajtán belül ennyi félét tudunk termeszteni? Hát a növénynemesítőknek fontos célkitűzése az, hogy új fajtákat állítsanak elő. Az új fajta egyrészt nagyobb termőképességet jelenthet, ellenállóbbat a legfőbb kártevő, kórokozó betegségeknek, és az sem utolsó szempont persze természetesen, hogy az ipari feldolgozás, élelmiszer, ipari hasznosítás céljára minél nagyobb választékot nyújtsanak ízbe, élvezeti vonatkozásba, táplálkozás kiegészítő formájában, legkülönbözőbb céloknak megfeleljenek ezek a fajták. Na most, ha nemesítők, tehát előállítanak, és asztalra tesznek ilyen választékot, akkor már a termelő múlik, hogy ezekből az adott jó tulajdonságokból mit tud az asztalra tenni majd. Ez a kis kertekre is áll? Természetesen ez a kis kertekre is áll, hisz csak gondoljunk bele abba, hogy a minden élőlénynek az optimális életéhez megvannak a bizonyos környezeti feltételek. Gondoljunk bele abba, hogy ha ezeket a környezeti feltételeket tudjuk idealizálni, gondoljunk a rózsatermesztőkre, akik üvegházba termelnek rózsát. A holland rózsatermelő az üvegházba ugyanolyan légköri és talajadottságokat, netalántán vízkultúrába olyan tápanyag és minden kiegészítőszer összetételű tápanyagot tud biztosítani a fajtáinak, amit a nemesítő előír, hogy ahhoz, hogy az a fajta potenciál megjelenjen, és olyan terméket tudjon előállítani, ezek biztosítják. Na most, ha üvegházat mondtam, akkor már teljesen mindegy, hogy azt az adott rózsafajtát Hollandiába termesztik-e, vagy Magyarországon. Lényeg az, hogy az adott faj igényeinek megfelelő körülményeket teremtsünk ahhoz, hogy maximális teljesítményt tudjon nyújtani. Na most erre szeretnék néhány példával rámutatni a mai napon, hogy hogyan tudunk mi a kiskertünkbe lehetőleg olyan feltételeket teremteni, hogy másoknak is a kertjébe megteremjen ez a kápia paprika, vagy aki az erőset szereti, a habanero paprika is ugyanúgy megteremjen. A kiskertben viszont nem csak úgymond a haszonnövények vannak, hanem vannak fák is, van gyep is egy kis kertben, és vannak különböző cserjék is, virágok is. Tehát ezt meg lehet teremteni úgy, mint egy ilyen ökoszintézist? Természetesen én mindig azt szoktam javasolni, hogy aki a kertjében növényeket telepít, az próbálja úgy átgondolni, hogy az első időszakot vegye úgy, hogy az kísérleti időszak. Ha nem ismeri pontosan, hogy az ő termőhelyi adottságainak mely növényfajok, illetve fajták felelnek meg, akkor ültessen többet. És amelyik nem bírja azokat az adottságokat, amit biztosítani tud, akkor azokról mondjon le. Hisz gyümölcsfáknál is azt mondják, hogy a kertész dolga az, hogy ásóval ültessen, és utána vegye elő a fejszét, hanem úgy teremnek a fái,
vagy azok a speciális fajták. Itt speciálisan majd az előadásomban az őszi baracknál hívom fel a figyelmet arra, hogy a napjaink legnagyobb betegsége, a tafrinás levélfodrosodás ellen fontos az, hogy próbáljunk olyan, ha nem is rezisztens, de toleráns a tafrina deformans gombával szemben, toleráns fajtákat beszerezni a piacról, hisz a gyümölcsfa szaporítók már rendelkeznek olyan fajtákkal is, amelyek ilyen igénynek megfelelnek, és olyanokat ültessenek, illetve ilyenekkel cseréljék le a meglevő állományukat. Persze ez nem jelenti azt, hogy az aktuális növényvédelemről le kellene mondani. Itt az ősz, majd a faültetésre is kitérünk, de a kertben mivel kezdjük az őszi munkákat? Hát ilyenkor még arra kell gondolni, hogy jó lehet, csökken a hőmérséklet, de azért még süt a nap, még nem fagyott meg a talaj, tehát ideális idő van arra, hogy ültessünk főleg gyümölcsfákat, bokrokat, és olyan két éves vagy évelő növényeket, amelyeknek ideális az időpont az ültetésére. Általában ez a szeptember, október, esetleg november hónap eleje is. Most ilyenkor a fontos teendő az, hogy készüljünk elő a tavaszra, lehetőleg minél több olyan munkát végezzünk el, ami a tavaszi munkáknak az idején nagyon összesűrűsödne, és esetleg nem tudnánk időbe elvégezni. Mert a parasztember nagyon jól tudja, hogy a mezőgazdaságban alkalmas időpontnál még alkalmasabb nincs. Tehát akkor kell a munkát elvégezni, amikor éppen arra alkalmas az időjárás. Tehát ilyenkor a faültetéseknek van szezonja, de mindenképp javaslom, hogy várjuk meg az átültetésnél azt, hogy lehújjanak a lombok. A növényállomány ilyenkor a mérsékelt égőbe felkészül arra, hogy jön egy az életviszonyaihoz kedvezőtlen időszak, és erre fölkészül. Részben azzal, hogy lehullatja a leveleit, a levelekből olyan tápanyagok, főleg cukrok vándorolnak le a törzsbe, vagy gyökerekbe, amik elősegítik a télállóság növekedését. Ezt mindenképp várjuk meg. Az ültetésnél gondoskodjunk arról, hogy az ültetett növényeknek a tápanyag ellátását biztosítsuk. Ezen kívül jó alaposan iszapoljuk be, hogy a gyökerek körül ne maradjon levegő. Másrészt pedig ott, ahol laza a talaj, ott gondoskodjunk arról, hogy kellően ülepedett vagy sűrített legyen az ültetett növények körül a talaj. De ez nem csak a fákra érvényes ez, hanem például olyan növényeknél is, mint a fokhagyma, amit szintén ősszel is ültethetünk, duggathatunk. Ezeknél is gondoskodni kell arról, hogy a dugványok olyan talajba kerüljenek, amelyek ülepedettek, mert hogyha a tömörítésről az ültetés után nem gondoskodunk, akkor könnyen kifagyhatnak ezek a növények. Említette itt a talajt, ilyenkor kell tápanyagbevitel a talajnak ősszel? Természetesen, hát annak idején nagy port kevert, hogy a régi Szovjetunió területén, amikor feltörték a talajokat, a szűzföldeket, akkor utána hirtelen nagy termések, gabonatermésekre lehetett számítani. De utána jött a hideg zuhany, hogy néhány év után, amikor ezek a pihent földek nem részesültek tápanyag után visszapótlásba, akkor viszont lecsökkent a termés. Itt már nyilván a betegség is okozhattak terméskiesést, de a jelen szempontunkból most ez lényegtelen. Tehát a talajban a tápanyagokat a növények szelektíven használnak föl, nem minden tápanyagot egyformán használnak föl, ezért mondjuk nagy üzemekben általános volt, és a nagy gazdák manapság is a talajaikat analizáltatják,
és lehetőleg azokat a tápanyagokat pótolják vissza, amit az adott kultúra abba az évben vagy az előző években nagyobb mértékben felhasznált. Manapság már, mivel nagyon lecsökkent az állatállomány, ezért istállótrágyázásra csak ritkán szelektíve van lehetőség. Nyilván az istállótrágyának óriási szerepe volt a talajéletben, hisz csak gondoljunk el, nagy mennyiségű szerves anyagot vittünk vissza, komplett tápanyag, beleértve a mikroelemeket is tartalmazta a szerves trágya, és arról nem is szólva, hogy lazította a talaj szerkezetét, így a talajnak a víztartó képessége, vízeresztő képessége is nagy mértékben javult. Manapság általában már műtrágyákkal pótoljuk a tápanyagot. Azon kívül, hogy vannak csak egy-egy hatóanyagot tartalmazó nitrogénfoszfort, káliumot, mint a három legfőbb tápanyagot tartalmazó műtrágyák is vannak, de vannak komplex műtrágyák is, úgynevezett MPK műtrágyák, amelyek különböző legtöbb kultúra számára ideális arányba tartalmazzák ezeket a hatóanyagokat, de lehet kapni olyan műtrágyákat is, amelyek ezen kívül még mikroelemeket is tartalmaznak. Legismertebb a kertészek körében azt hiszem a Fordünger, az szó szerint azt jelenti, hogy teljes trágya, tehát nem csak a fő tápelemeket, hanem a kiegészítő elemeket is, mikroelemeket is tartalmaz. Említette a faleveleket, ami sok kiskert tulajdonosnak most nagy gond, hiszen nagyon sok fa van a kertekben. A gyümölcsfákról tudjuk, hogy a gyümölcsfák leveleit azt lehet komposztálni, de nagyon sok diófa levél is van. A diófa levéllel mit tudunk tenni? A ház körül különösen falusi, kisvárosi környezetben a szerves anyagtartalmú háztartási hulladékot is lehet komposztálni. A komposztba természetesen belekerülhet a levél is, csak a következőkre szeretném felhívni a figyelmet, hogy vannak olyan kórokozók, amelyek egyrészt a lehulló levéllel, vagy a táptalajba, csak vagy a talajba jutnak, a növény környezetében levő talajba, és onnan tavasszal a porral, vagy a lecsapódó vízcsöpekkel verődnek vissza az adott növényre, vagy pedig a leveleken telelnek át. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy olyan esetekben is, mint a rozsdásodása, ami az almatermésűekre főleg jellemző, ahol az áttelelő perítéciumok a leveleken vannak, ezeket lehetőleg ne rakjuk bele a komposztba, hanem... Hát rakjuk zsákokba, mert már égetni rakjuk, nem nagyon rakjuk lehet. Zsákokba, vagy égessük el. Na most arra még szeretném felhívni a figyelmet, hogy sokan rakják, bevallom őszintén, volt időszak, mikor még át nem gondoltam, én is dobtam be a kukába ilyen moníliás vagy más fertőzött gyümölcsöket is, többek között lehullott tafrinás leveleket is, de ezt megkérnék mindenkit, hogy ezt lehetőleg valami úton módon semmisítse meg. Arra nincs lehetősége, mert mondjuk a közigazgatási egység területén nem szabad avart égetni, akkor ha vegyes tüzelésű kazánja van, próbálja ezeket a kiemelt fertőző növényi részeket kazánba eltüzelni. Megmondom, hogy miért. Mert a kukába elkerült szemétbe kikerülhetnek ezek a gombával fertőzött gyümölcsök, szaporítószervek csak a szemétdombra, ahonnan majd ugyanúgy mi kapjuk vissza,
és már lehet, hogy ugyanúgy, mint a Covid-nál előfordulnak új variánsok, itt is kapunk majd egy olyan variánst, hogy az eddig sikeresen használt növényvédőszerek nem fognak hatni. Tehát ezért célszerű azt, hogy ha csak tudjuk, semmisítsük meg. Na most természetesen olyan növényfajok, főleg fák leveleit, de akár mondjuk egészséges paprikák, paradicsomoknak a zöld részeit is belerakhatjuk a komposztba, hogyha azok nem voltak ilyen betegséggel fertőzöttek. A komposztnak nyilván nagy előnye van, elsősorban azért, mert sok a szerves anyagtartalma, arra viszont szeretném felhívni a figyelmet, hogy ugyanúgy, mint ahogy a gabonatermesztésben, hogyha szalmával terítik meg a területet, ahhoz, hogy a szalma, és ebben az esetben is a fallevél lebomoljon, az a mikrobáknak a működése szükséges. A mikrobák működéséhez pedig nitrogén szükséges, ami ezekben a növényi részekben kevés, tehát gondoskodni kell arról, hogy nitrogén pótlás legyen. Tehát rágyázzuk meg a komposztot. Komposztot idézőjelbe nitrogénbe részesítsük. Említettem a diófa levelet. A diófa levelet lehet-e komposztálni? Nem, ezt határozottan tiltják, sőt, nyilván a tűlevelet is bizonyos fenntartással. Mert a tűlevelek savanyodást okoznak. Az elsavanyodás pedig éppen elég gond itt az észak-magyarországi környezetben, hisz munkatársaim annak idején Kompoti Kutatóintézetben a normál 7-es pH-val szemben 5-5,5-es pH-t mértek, ami azt jelenti, hogy meglehetősen elsavanyodott a terület. A kiskertekben nagyon nagy területet foglal el a gyep és a különböző cserjék. A gyepnél hogyan tudjuk felkészíteni ezt a területet, tehát a füvet hogyan tudjuk felkészíteni a téli esítésre, és mikor vágjunk utoljára füvet, mikor célszerű ilyenkor? Vagy már ne is vágjuk a füvet ilyenkor? Hát azt hiszem, hogy az ilyen részben zölden átállelő növényeknél, mint például a lucerna is, az a célszerű, hogyha nem borotváljuk az utolsó kaszálás alkalmával. Magyarul, tehát ahogy annak idején a lucernánál mondtuk, hogy úgy kell az utolsó kaszálást időzíteni, hogy egy 8-10 centis maradjon a lucernán. Ez azt segítette elő, hogy a megmaradt zöld részből, ahogy egyre hűlt a levegő, a meglevő tápanyag a gyökértösbe, az úgynevezett rizómába le tudott vándorolni, és a cukrai révén elősegítette a télállóságot. A gyepeknél is így van, hogy az egyszikű gyepalkotóknál a tél jobb áttelelését, a fagytűrő képességét az segíti, hogyha egy 3-5 centis bundával mehet a télbe. Ez nem zavar senkit, esztétikusan is szép. Úgyhogy azt tudom javasolni, hogy nem lehet a természetben úgy, hogy egy konkrét időpontot mondani, hogy X tevékenységet ekkor meg ekkor csináljuk, nem lehet. Mindig az adott állapottól függ, és azt hiszem, hogy a gazdák esetében az a jó gazda mindig, aki ezt az optimális időpontot ki tudja várni. A gyepnél szerintem az a célszerű, hogyha már úgy hűl a levegő, hogy további növekedés nem nagyon várható, és akkor kaszáljuk úgy, de ne borotváljuk, hogy egy 3-5 centis bundája maradjon a gyepnek. A kiskert tulajdonosoknak ilyenkor mikor ér véget az év? Tehát most elkezdjük ősszel, és ezt meddig érdemes folytatni a kerti munkákat? Hát, amíg végére nem érünk, röviden így lehetne mondani. De hát ugye mi van ilyenkor még? Paprikákról érdemes leszedni azokat, amik még 2-3 hétig eltarthatók hűvös, szellős területen. Ugyanígy a paradicsomot is, az erős paprikákat is.
azokat a növényeket, amik direkt olyan célra vetettünk el, hogy majd átállva korán tavasszal legyen belőlük termék, azokat célszerű most átnézni, és amit kell átültetni. Ilyen például a fejes saláta. A május királya, ha szeptember második felébe elvetettük, és netalántán még át is pikíroztuk úgynevezett tápkockás palánta nevelés céljából, azokat már most célszerű kiültetni, locsoljuk be úgy, hogy beiszapolódjon, és ennek az lesz az előnye, hogy különösen, hogyha a későn tavaszodik, és a tavaszi salátavetést csak későn tudjuk megcsinálni, akkor legalább 2-3 héttel korábban lesz fejes salátánk, mint a többieknek. De ugyanígy lehet úgynevezett télalávetéssel több növényt is elvetni, például lehet petrezselymet, sárgarépát, de akár borsót is vetni. Nyilván ezeknek megvan a technológiájuk, majd a kertészeknek erről a témáról is szeretnék egy kicsit részletesebben még majd beszélni. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat. Magam és kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a heti krónikát látták. Riportjainkat továbbra is megnézhetik a már jól megszokott több címeken, a füzesabonytv.hu weboldalunkon, valamint a füzes híreken is. Még egyszer megköszönöm figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, addig is viszontlátásra.